Sokszor van arra szükség, hogy valamilyen formában ábrázoljuk ezeket a természetes számokat. Láthattuk már az előtt, hogy akár Venn diagram segítségével, tehát halmazokként is, viszont a legpraktikusabb ábrázolási módja az a számegyenes. Illetve egy picit itt most módosítanunk kell, hiszen a természetes számok esetében valójában szám félegyenesről beszélhetünk. Éppen azért, hogy a nullára ne tegyünk most kitérőt, a nullát is bele fogjuk venni, jelen esetben tehát a természetes számok ábrázolásába. Vegyünk egy egyenest, vágjuk ketté, tehát felezzük el, és a kezdőpontot jelöljük nullával, majd a félegyenest osszuk be egyenlő távolságokra. Ezekre az egységekre fogjuk elhelyezni a természetes számokat. Tehát az egyet, kettőt, a hármat, és így tovább, egészen a végtelenségig, amit természetesen a végtelen jellel fogunk jelölni. Abban az esetben, hogyha szükségünk van más számoknak az ábrázolására is, hiszen jelen esetben helyszüke miatt csak a 7-ig, 7-esig jelöltem, de mi van akkor, hogyha például szeretnénk megjelölni a 150-et vagy a 151-et, akkor láthatjuk, hogy bizonyos részeket kihagyhatunk, három kis ponttal úgymond átugorhatunk egy részt, és ha nekünk csak konkrétan például a 150-esre van szükség, akkor őt fogjuk megjelölni, majd esetleg egy megelőző és rákövetkező ábrázolásával megint három pont segítségével folytathatjuk tovább. Leckénk végén térjünk ki még egy fogalomra, a természetes számok sorozatára. Már láthattuk, hogy hogyan kapjuk a természetes számokat, mindig az előzőhöz hozzáadunk egyet. Így tehát, ha elindulunk ebben a sorozatban, 1, 2, 3, 4, majd jön egy n-1, n plusz 1, ahol mondtuk az n az egy tetszőleges természetes szám, és egészen a végtelenig. Ami nagyon fontos, hogy ez a tetszőleges természetes számnak mindig van egy megelőzője, illetve egy rákövetkezője. Tehát bármely számnak tudunk találni közvetlen megelőzőt, jelen esetben a 3216-nak a közvetlen megelőzője az, ami előtte van, tehát a 3215, illetve a számnak a rákövetkezőjét mindig úgy kapjuk, hogy hozzáadunk egyet, ugye ahogyan a természetes számok sorozatát fölírjuk, jelen esetben tehát ez a 3217. Ennek a sorozatnak a segítségével tudjuk bemutatni a természetes számok rendezettségét. A rendezettség jelen esetben azt jelenti, hogy két természetes szám közül mindig meg tudjuk állapítani, hogy melyik a nagyobb és melyik a kisebb. Ha a számegyenest veszük alapul, mondhatjuk azt, hogy a két szám közül mindig az a nagyobb, amelyik jobb oldalt helyezkedik el. Tehát, ha most alapul veszük például a 7-et és a 2-t, mivel a 7 a 2-től jobbra helyezkedik el, éppen ezért a 7 a nagyobb. Vagy ugyanúgy, hogyha a 4-et és az 1-et próbáljuk meg összehasonlítani, akkor a 4 jobb oldalt helyezkedik el, tehát a két természetes szám közül a 4 lesz a nagyobb. És ebből kifolyólag az 1 lesz a kisebb. A természetes számok halmaza, ebből kifolyólag, tehát itt most a nullát is figyelembe vehetjük, mondhatjuk, hogy egy rendezett halmaz. Két természetes szám között, legyen az A és B, a következő összefüggések lehetségesek. Először is lehetnek egyenlőek, például 7 egyenlő a 7-tel. De ugyanúgy az A szám lehet nagyobb, mint a B. Például a 9 nagyobb, mint a 2. Ugye ez azért történhet meg, mert a 9 jobbra helyezkedik el a 2-höz viszonyítva. A fordított művelet, amikor egy A szám kisebb, mint a B szám, például a 3 kisebb, mint az 5. Azért, mert a 3 az 5-höz viszonyítva a bal oldalt helyezkedik el. A következő összefüggés az egy ilyen összetett összefüggés, ugyanis jelen esetben azt látjuk, hogy az A szám nagyobb vagy egyenlő, mint a B szám. Tehát két összefüggés is lehetséges. Egyrészt nagyobb, másrészt pedig egyenlő. Például a 8-ra mondhatjuk, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint a 8. Elegendő, hogyha csak az egyik része az összefüggésnek igaz. Mivel a 8 egyenlő a 8-al, ezért ez az állítás is igaz. De ide a jobb oldali 8-as helyet nyugodtan tehettünk volna például 7-est is, hiszen az is igaz, hogy a 8 nagyobb vagy egyenlő, mint a 7. És a nagyobb vagy egyenlő összefüggésnek az ellentétje a kisebb vagy egyenlő, ami azt jelenti, hogy a baloldali szám vagy kisebb, vagy pedig egyenlő, mint a jobboldali szám. Példánkban a 7
kisebb vagy egyenlő, mint a 8, de ugyanígy írhattuk volna, hogy a 7 kisebb vagy egyenlő, mint a 7.